Egy dokumentumnak tartalmának függvényében megfelelő esztétikai kinézettel kell rendelkeznie, amely megkönnyíti az áttekinthetőséget is. Minden téren különböző paramétereket kell figyelembe venni. A betű egy nyomdai karakter, melynek saját jellemzői vannak, pontos mérete, stílusa, mint a félkövér, dőlt és aláhúzott. A tulajdonságok kombinációi határozzák meg a rögzített szöveg grafikai megjelenését, vagyis a formázást, amit a formázás eszköztárán is megfigyelhetünk. A betű alapbeállítása Times New Roman 10-es betűméret. A betű formáját be lehet állítani a szöveg rögzítése előtt, de később is úgy, hogy kijelöljük a változtatni kívánt szövegrészt és beállítjuk a formátumát. Írjunk be egy mondatot. Most megfigyelhetjük, hogy a formázás eszköztárára helyezve a kurzort hogyan jelöli az egyes beállításokat. Ha a már rögzített szöveget szeretnénk módosítani, akkor elengedhetetlen az adott szövegrész kijelölése. Ha a teljes szövegen szeretnénk végrehajtani változtatásokat, elég a szerkesztés menüből a mindet kijelölre kattintani. Formázáshoz használhatjuk a formátum betűtípus menüpont választásakor megjelenő ablakot is.